szép jó estét kívánok! Megjelent Lukács József Milyen Európát akarunk című kötete. Ezt a kötetet mutattuk be az elmúlt csütörtökön, most folytatjuk ezt a beszélgetést. Lukács József közíró, a Vörös Marti Társaság alelnöke a vendégem. Köszönöm a meghívást. A kötet pedig itt van. Ahogy az imént is mondtam már, mint az elmúlt héten, Athéntől Dublinig látogatunk el Európában, és Farkas Árpád Magyarország című verséből egy gondolatsort hadd idézzek. Mert kebledre betegen mentem, s találtalak még betegebben, megvirradt lázban égő orcád, óvlak hát kicsiny Magyarország. Én azt gondolom, hogy ez a négy sor meghatározza, hogy ebben a kötetben mit olvashatunk. Mert óvod Magyarországot, óvsz bennünket írástudókat, gondolkodókat, illetve azokat is, akik úgy tűnik, hogy az utóbbi időszakban sajnos elfelejtettek gondolkodni, és elfelejtettek Magyarországban gondolkodni. Igen, ez így van, és még van egy többlet vonatkozása ennek a versnek is. Ugye mondtam a jó múltkor, hogy ez egy személyesebb jellegű könyv, illetve kötet, és ezt fémjelzi az a vers is, ami a kötetnek a hátsó borítóján van, Farkas Árpádnak a Magyarország című verse, ami nem csak azt tartalmazza és fémjelzi az első strófa, amit felolvastál, hanem az egész vers és ennek az utolsó strófája azt is bemutatja, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években az akkori egymás mellett érő erdélyi magyar generációk, itt nyilván elsősorban a szó nemes értelmében vett értelmiségére kell gondozni, hogy mennyire szerették, mennyire ismerték, és mennyire féltették a csonka Magyarországot, a trianoni Magyarországot, mennyire tudták, hogy mi történik benne, és hogy milyen veszélyeknek van kitéve, és ez a generáció, az azt megelőző generációktól, a két világháború közötti generációktól, és a 40-es, 50-es években felnövekvő generációtól vette át ezeket a félelmeket, ezeket az információkat, és Farkas Árpád, aki egy ritkán megszólaló, kiváló, csodálatos költő, ebben a versben megírja, ő ebbe az évben kapott, most töltötte ő is a 80. életévét, ebbe az évben kapott megérdemelten Kossuth díjat. Nagyon-nagyon nagy örömömre szolgált, hogy ez megtörtént. Akkor nekem pedig örömömre szolgál, hogy most ezt az utolsó idézett négy sort felolvashatom. Erdély volnék, malomkő van nyakamban, úszni is így tanultam, s világtengerem vérem átráng véled, te tudtaj Magyarország. És ezt elmondhatod te, és elmondhatja az az ember, akiről most fogunk beszélgetni, Vas Albertről beszélünk. Vas Albertről, aki, adjátok vissza a hegyeimet, mondja az ember mindig. Én viszont azt mondom, hiszen most olvasom. Maradjatok a földhöz nőve, s folytassátok békével a munkát. Imígyen szól ez a felhívás a Mire a fák megnőnek című regényében. Bizony. És én azt gondolom, hogy amikor te a felolvasó maratonról írtál, amit hála Istennek teszem hozzá, Szent István Művelődési Ház rendel esztendőről esztendőre. Ezt megtapasztalhatjuk. És méghozzá olyan szinten, hogy én azt gondolom, hogy bármilyen sokan vannak, vagy bármilyen kevesen, azaz 1, 8, 10, 20, most már azért egyre többen vannak, és megérdemli, hogy egy kicsit beszéljünk róluk. Igen, azért írtam ezt a publicisztikát, hogy így mondjam. Az utolsó Vas Albert maratonon, mikor részt vettem, az ott történtek és az emberekkel való beszélgetések késztettek erre. Ugyanis leírom az elején, és ez mindig így volt, és engem nagyon mély fájdalommal töltött ez el, még a 90-es évek leges legelejétől, hogy mikor a határokon belül és kívül, vagy akár a diaszporában a magyarságnak esetében egy író, legyen az Márai Sándor vagy Vas Albert, az átlagosnál sokkal nagyobb népszerűségre tett szert, akkor rögtön irodalomtörténeti és egyéb vonatkozású és egyéb vonatkozású támadások érték, így volt ez Márai Sándorral is,
akivel szembeni támadások oda jutottak, hogy egy Révés Sándor nevezető újságíró, aki egyébként egy nagyon tehetséges és felkészült ember, a Népszabadságnak volt belső munkatársa, összeállított egy könyvet, ami márai antiszemita megjegyzéseinek a gyűjteménye, amit én teljesen elképedve néztem. Biztos valószínűleg Révés Sándor nem tudta azt, hogy Márainak zsidó származású felesége volt, de mondom, ez teljesen mindegy, és így járt aztán Vasalbert és Nyírő is. És az a fájdalmam nekem, hogy mivel ezek az emberek és a támadások keresztüzébe kerültek, az erdélyi irodalmat nagyon jól ismerő irodalomtörténészek, akik az erdélyi irodalomtörténeti könyveket is írtak, mint amilyen Bomogács Béla, Vasalbertet is és Nyírőt is rögtön ezeknek az eseményeknek a hatására a Tamási Áron és Makai Sándor mondjuk mögött következő lektűr kategóriába tették, amit hogyha valaki elolvassa a Kard és Kaszát, a Föntinéléi boszorkányt, az Adjátok vissza a hegyeimet, a csodálatos verseit Vasalbertnek, látja, hogy ez egy butaság. Arról nem beszélve, hogy például Tamási nagyon hosszú időn keresztül, évtizedeken keresztül fiatal írókorában a novelláit és a regény részleteit Nyírőhöz vitte el látomoztatásra, hogy mondjon véleményt róla, hogy ezen kell-e javítani, vagy nem, írja-e tovább, vagy milyen formában, és nyomdába kerülhet-e, vagy nem. És ezt én onnan tudom, hogy Nyírő nagyapámnak nagyon jó barátja volt, és nagyapám többször ezeknek a ellenőrzéseknek, kontrolloknak a személyes tanúja volt. Úgyhogy ezért volt egy kicsit számomra fájdalmas ez a Vasalberttel kapcsolatos történések, arról nem is beszélve, hogy ő a második világháború után egy népbírósági koncepciós pernek az áldozata lett, amiről aztán kimondatott Bukarestbe az, hogy a valamivel vádolják nem követhette el, hiszen akkor, amikor történtek az események, nem is tartózkodott Erdély, azaz Románia területén, de mégis ez a stigma rajta maradt. Ugye Kincses előtt annak idején a bukaresti bíróságnak az ezzel kapcsolatos Vasalbertet felmentő dokumentációit az Élet és Irodalomban megjelentette, de a stigma az mégis maradt. Világos. Öröm és csalódottság. Enyedi Ildikóról fogunk beszélgetni, és nem, igen, a testről és lélekről film, amit itt Székesfehérváron én magam mutattam be a rendezővel. Egy csodálatos filmről beszélünk, egy nagyszerű emberről. Ugyanakkor én kértem tőle, hogy ne formáljon véleményt a magyar közéletről, mert hogy az előző interjúban, tehát a beszélgetésünk, a közönség előtti beszélgetésünkön is szerette volna beleszőni, mert neki nagyon határozott elképzelései vannak, olyan liberális eszméket fogalmazott meg, amelyeket én akkor úgy véltem, hogy nem gondolom, hogy a film előtt erről nekünk feltétlenül beszélgetnünk kell, főleg egy órán keresztül. Nem is beszélt róla, utána viszont, és ehhez kapcsolódik a te írásod is, a berlini filmfesztivál után vagyunk még, tehát az Oscar előtt, tehát egy olyan frekventált időszakban, amikor Enyedi Ildikó igazi sztár lett, megérdemelten teszem hozzá. Viszont engem is ugyanúgy felháborított az a gondolatsor, amelyet azután és a kritikusaival együtt megosztott, és nem csak itthon Magyarországon, ami a legszomorúbb, hanem külföldön, ahol neki örülnie kellett volna. Nos, akkor beszéljünk egy kicsit Enyedi Ildikóról és a te szomorúságodról. Hát a filmről és Enyedi Ildikóról nem is szeretnék beszélni, már olyan szempontból is, hogy a filmet is és Enyedi Ildikónak a művészi kvalitásait is maximálisan elismerem. Nem csak azért, mert annak idején, mikor itt Magyarországon főiskolára jártam, filmszociológiából Enyedi Ildikóval kapcsolatos dolgozatot írtam, mert azt adták ki feladatul, és akkor eléggé elmélyedtem az ő művészetébe, az addig elkészített filmeit megnéztem, és nagyon sok mindennek utána néztem, tehát egy kiváló művésznek tartom.
hanem itt csupán az a problémám, hogy Enyedi Ildikót is, mint ahogy annak idején azelőtt egy pár évvel Tarbélát, aki szintén ilyen nyilatkozatokat tett annak idején Németországban a Tagesspiegelnek az online kiadásában. Azért fáj ez nekem, mert egyrészt az ő filmjeit a magyar állam a filmalapon keresztül jelentős összegekkel támogatta, mint hogy mindenkinek, minden magyar művésznek legyen bármelyik oldalról a művészi tevékenységét a különböző fajta alapítványokon, a nemzeti kulturális alapokon, a filmalapon, stb. Azok a grémiumok, amelyek ilyen értelemben a kultúra különböző területén vannak, hathatós, nagyon-nagyon-nagyon komoly összegekkel támogatja a magyar állam, és nem nézi azt, hogy kinek milyen politikai preferenciái vannak. Ez az egyik. A második dolog pedig az, hogy tulajdonképpen ezek, úgymond, amit Enyedi Ildikó is dehonesztáló módon az országot negatív színbe feltüntetve elmondott, ezek nem liberális szövegek, hanem ezek valami olyan szövegek, amelyek a liberalizmustól, mint eszmetörténeti jelenségről, mint jelenidejű ideológiáról akár, politikai ideológiáról, ideológiáról nem mondanak semmit, illetve ahhoz nincs semmi közük. Hiszen a liberális, mi a liberális eszme, mi a liberális ideológia? A szólás és véleményszabadság, a többpárti parlamenti demokrácia, a vallási tolerancia, a kisebbségek védelme, az egyéni és kollektív etnikai joguk védelme, és sorolhatnánk ezeket az elveket, amelyek nagyon szépek, csak hogy ezekkel az elvekkel az történt, hogy volt egy pillanat Európában, sajnos ez már elmúlt, amikor ezek az elvek nem csak Nyugat-Európában, hanem a rendszerváltás után Közép-Kelet-Európában is megvalósulni látszottak, ezért aztán a liberális pártok és a liberális mozgalmak a tartalmuktól kívül esettek, mert mikor már megvalósultak ezek a dolgok, nem igazán volt mondani való, és akkor elkezdtek más irányba etnikai kisebbségek, szexuális kisebbségek, fogyatékkal élők, satöbbiaknak a jogvédelmébe, ami nagyon szép és nemes cselekedet, csak kell tudni, hogy milyen határok között kell mozogni, és kell tudni azt, hogy egy társadalomban milyen fajta társadalmi csoportok vannak, hogy mindenki fontos. Az egészséges emberek is fontosak, akik dolgoznak, alkotómunkát végeznek, adót fizetnek azért, hogy a fogyatékkal élőket például tudjuk segíteni és eltartani. Tehát ezek nem liberális szövegek voltak, hanem egyszerűen politikai okokból zsigeri vélemények voltak a magyar állam címére, amit szerintem helytelen megtenni, ugyanis bárki bármilyen kritikát mond, akkor valamit nehezményez, mindig az alternatív megoldást kell letegye az asztalra, akár filmről, akár színházról, akár más kulturális területekről van szó, de az alternatív és jó vagy jobb megoldás helyett, ha csak provokálunk, minősítünk, stigmatizálunk vagy rágalmazunk, az egy helytelen jó dolog, ami nem vezet a társadalmi jóhoz, békéhez és szeretethez. Ennyit értek. No. Még szép, hogy én is ott voltam a Kubinyi kiállításon. Az egy csoda hölgy, Kubinyi Anna. Igen. Te is azt mondod, hogy csodálatos művészete. Igen. Én megvallom, hogy nem ismertem, tehát közvetlen közelről most láttam először Kubinyi műveket, mint ahogy Kubinyi Annával is értelemszerűen most találkoztam először, elvarázsolt. Egészen csodálatos. Én Erdélyben találkoztam vele tiszta véletlenül először, és akkor megdöbbentett azt, hogy tulajdonképpen akkor beszélgettünk és utána néztem, hogy hol járt, mit csinált, stb. De az az érdekes, hogy valamikor az 1980-as években hosszú ideig, 89-ig, két évenként Szombathelyen volt a Szombathelyi Textil Biennale. Akkor az én unokatestvérem Fitz Péter másodállásban a Szombathelyi Savaria Múzeumban volt, és ennek a biennálénak mindig az egyik kurátora volt, ahogy ma már mondják, és én ott ismertem meg Kubinyi Annát, és akkor teljesen más művészete volt, körülbelül az, amit az elején ebben az írásban leírok, és utána ő valahogy Franciaországba került,
és Franciaországban is egy elmenekült Franciaországban, Magyarországról azt lehet mondani, de ott is egy nehéz lelki és alkotási válságba került, és akkor hazajött. És valaki azt mondta neki, hogy menjen el egy kicsit, és szellőztesse ki magát egy kicsit Erdélybe, és akkor jöjjön vissza, és itthon megint akkor tudja folytatni a tevékenységét. És akkor elment Erdélybe, és ebből az egyszerű elmenetelből lett egy ilyen 10-20 éves állandó, majdnem állandó tartózkodás, amikor megismerte az erdélyi történelmet, az erdélyi népművészetet, motivumokat, Körösi Csoma Sándor életművét, és akkor tulajdonképpen elkezdte a csodálatos székelykapuit szőni. És ezek valami gyönyörűséges Igen. dolgok voltak, és egészen tragikus volt az a helyzet, mikor egyszer csak Budapestről kaptam a telefont, hogy ő bizony nagyon beteg. És akkor, mikor már együtt találkoztunk ezen a kiállításon Fehérváron, akkor ugye az már egy életmű kiállítás volt, amit a két lánya szervezett, Igen. és a Béres Hoska bácsi lánya. Igen. No. Hát igen, Elsimo Lászlóról fogunk beszélgetni. Én nagyon is jól tudom, megosztó személyiség annyi szent, de az is igaz, hogy sokkal, de sokkal szegényebbek lennénk az ő irodalmi munkássága nélkül. Itt két kötet is megjelent, itt volt a stúdióban a Laci, ugye a szövegtestén túl és a körbejárni a hazát. A körbejárni a hazát én azt mondom, hogy kötelező olvasmánnyá tenném. Egyetértek. Hát nagyon érdekes, egyetértek a felvezetéssel. Egyébként a Kortárs legutolsó számában megjelent Vidd el a szívem című verse is egészen fantasztikus, vagy Vidd magaddal a szívem pontosabban a versnek a címe, egy hosszabb szabad vers, egészen fantasztikus. Nyilvánvalóan ő egy nehezen kezelhető ember, de én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a tehetséges emberek azok mindig egy kicsit öntörvényűek. És most már aztán nagyon sokfajta tapasztalatot nyert, és egy picit, hogy is mondjam, alkalmazkodóbb lett, de a tehetségét azt nem lehet elvitetni, és nem csak mint költő és prózaíró is tehetséges, hanem a kevesek között van Magyarországon, aki ismeri a balliberális és a nemzeti keresztény oldal kortárs képzőművészetét és művészetét, művészettörténeti értelemben is, a mind a két oldalnak az irodalmát is, profi szinten, tehát bármikor le tud ülni, és bármelyik oldal, bármelyik irodalmi alkotásáról komoly irodalomkritikát tud írni. Ez az egyik, és a másik dolog az, hogy a kevesek között van, akinek van nem csak elképzelése, hanem tudása is arról, hogy operatív módon hogy lehet egy kulturális intézményrendszert működtetni. Operatív módon, tehát napi módon. Miközben ugye az előbb elmondott dolgokkal is tisztában van, és megvan ez a különböző, de nagyon egymástól nagyon összefonódó tudása, ami egy személyiségen belül ritkán található meg. Ez a két könyv, amiről itt szó van, az egyiket Kelemen Edit nevezetű debreceni irodalomtörténész írta, főleg az ő avantgard művészetéről és költészetéről, mert ő hosszú ideje idén keresztül a Magyar Műhelynek az egyik szerkesztője volt, talán ma is az Elsimo László, és a Magyar Műhely tulajdonképpen a magyar avantgard költészet népszerűsítésével és publikálásával foglalkozik. És a második kötet ugye a kötelező olvasmány, tehát én azt mondom, hogy én úgy fejeztem ki magam, hogy tulajdonképpen ez a második kötet, ez az ő szerelmes földrajza, személyes szerelmes földrajza, ha Szabó Zoltánnak a szerelmes földrajzára gondolunk, ami 1942-ben irodalmi díjat is kapott, talán még egy kicsit több annál, mert közbeiktatott módon ugye vannak benne olyan tanulmányok és olyan eszék, amelyek a nemzet és a közösség, a kultúra és a nemzet, az Európa és az európai identitással foglalkoznak. Tehát ez egy értelmezési keretet ad tulajdonképpen az előbb elmondottaknak, hogy milyen értelmezési keretben, milyen értékrendszerben kell működjön el országnak a művészete, a kultúrája, illetve a kulturális intézményrendszere. Egyetértek. No, mielőtt a Milyen Európát akarunk eljutunk, az évek vagy napok. Ez valóban egy olyan antológia, most bizonyosan azt gondolják a nézők, hogy dobálok, dobálózom a jelző szerkezetekkel.
Hát a lélegzeten is elállt, mikor belemélyedtem. Itt a felsorolásban itt van Bobori, P. Maklári, László Zsolt, Kádi, Hadi Nikolett, Strojko, Balajti, Szegedi Kovács Zsűri, Pártfalvi András, Prax Levente, Sajtos Lajos, Németh József Attila, Gál Csaba, Hejter Tamás. Azt hiszem, hogy ez az esztendők alatt erre nagyon nagy szükség volt. Már engem például megerősített, hogy milyen erős Székesfehérváron a költészet is, és hogy milyen jó székesfehérvárinak lenni. Tehát röviden arról, te hogy fogadtad ezt a kötetet? Én először is megnézettem, a fiam egyik kolléganője végignézte, aki a kulturális intézmények jogi ügyeivel és problémáival foglalkozik, végignézettem, hogy sehol az országban egyik megyében sem ilyen antológia nem volt. Azért is írtam, hogy oda lehetett volna írni, hogy szép versek antológia Székesfehérvár vagy Fehér megye, annyira míves és annyira magas színvonalú ez a kötet, és én erről úgy írtam, hogy ugye Zoli felkért, hogy írjak előszót, hozzá Bobori Zoltán a Vörösmarty Társaság elnöke, és utána egy rövid előszót írtam, akkor utána megjelent, és egy nagy sikere volt az antológiának, és akkor nem akarok írni róla, és aztán egy jó pár napot eltöltöttem, amíg ez a tanulmány megíródott, de állítom, hogy bármikit, bármelyik szerzőt, bármelyik versével vesszük, akár a, ugye ennek még volt egy előzménye a Kiválaszolt címmel, az első antológia, mind a kettőnek a címadó versét például a Maklári Éva írta, és mind a két vers egészen csodálatos. Az Évek napok című versben például az egzisztenciákat, életünket, behálózó és egyre jobban veszélyeztető természeti és környezeti katasztrófákról ír, és felteszi a végén a kérdést, hogy jön-e még, lesz-e még egy Isten, aki mindnyájunk helyett várja az áldozatot, valószínű, hogy nem lesz, és a végén azt mondja, de egy embertípusból mindig lesz, és pedig azokból, akik keresztet ácsolnak, és egy adott napon mindnyájan felfeszítettünk. Csodálatos vers, és mindegyik majdnem azt lehet mondani, hogy ilyen, tehát bárkit veszünk elő a felsorolt szerzők közül, mindenki a legszebb és a legsőbb, mert a Balajti Ferenc például a Bella Istvánról szóló verset. Hát egyik szebb, mint a másik. Bobori Zoltánnak a Megtestesítésnek megírta a pandantját, tehát a párját, a földön kívüli területekre kalandozó verset írt például Gál Csaba. Tehát egészen csodálatos. Tehát egy csodacsapatunk van. Így van, így van. Tehát nem tudom, hogy van-e még más megye, ahol ennyi költő van is ilyen szinten. Kell, hogy szó essék a nekrológiaidról. Mégpedig azért, mert a nekrológ egy nagyon komoly műfaj. Hát igen. Igen, hát Ferenczi Géza, Kallós Zoltán és a többiek, akik a családodat is érintik. A nekrológ írás az egy szent dolog mindenféle értelemben. És pontosan nem is a személyekről kérdezlek, hanem hogy miként áll neki az emberfia egy nekrológnak. Hiszen nekrológot csak arról ír valaki, aki nagyon-nagyon közel áll hozzá. Így van. Hát még elmondanám azt, hogy a személyes jelleg ezen kötetet illetően azt is jelenti, az elmondottakon túlmenően, hogy ebben a periódusban, 2016. júniusban csináltuk az előbbi kötetemnek a bemutatóját, és 2016. júliusban már megírtam az első Szatmári Vándordiák találkozóról az első írást, vagy cikkemet, ami a Szatmári Friss Újságban jelent meg, hogy azóta sok veszteség ért engem. És különböző szempontból, először is a nagyjaink, ugye itt van rögtön Csóri, akkor utána jött, hogy így mondjam, családi jellegű édesapám, nagyon rövid időre édesanyám, és amikor Felnőtté Válunk című írás tulajdonképpen a szüleimnek állítok emléket, ami szintén egy nekrológnak is felfogható. Aztán akkor jött ugye
Kalos Zoli bácsi, ami megint egy nagyon beteg volt, tudtuk mindent, de hát azért azt nem, erre sose lehet felkészülni, hogy ez megtörténik. Akkor Kányádi Sándor, ugye, és nem családi, hanem egy másik értékrendszer, szempontrendszer szerint a barátság szempontjából a nagyon nagy, a legnagyobb veszteség nekem, az Ferenczi Géza halála. Igen. És ilyenkor pedig mindig eszembe jut egy sor, ez egy olyan 2-3 éve, majdnem hetente 2-3-szor, Boklós Jánosnak van az a csodálatos, hihetetlenül gyönyörű sora, ami úgy hangzik, hogy nem tudjuk, hogy mikor múlik el a következő pillanat. Van egy ilyen versora, és azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy mikor múlik el a következő pillanat, hogy mindig elmúlik, és mindig Ferenczi Gézával kapcsolatosan, de mindig azt érezzük, hogy addig, amíg az az ember, aki számunkra kedves volt, és jó barátunk volt, vagy édesanyánk volt, vagy édesapánk volt, hogy nem beszélgettünk eleget, nem tettünk eleget érte, nem mondtuk eleget, hogy jól csinálod, szépen csinálod, szükség volt, szükség van a munkádra. Tulajdonképpen a Boklós emlékkönyvben is a Judit ugyanezeket a sorokat írja le, és nagyon egyetértek evel, és én megint ezt éreztem, mikor Géza hirtelen egyik pillanatról a másikra csak nem volt, hogy már megint elmúlt a következő pillanat, mert az ember nem tud csak hiányérzetet érezni. És ehhez úgy kezdünk hozzá, hogy hogyha valaki nagyon közel áll hozzánk, ugye én valamikor, mikor komoly szervezet volt a Magyarok Világszövetsége, én sokat dolgoztam a Csóri elnöksége alatt. Tehát sokat hallottam őt beszélni közelről, nagyon sok versét elolvastam, esszéjét, egy Kányádinak, szintén. A Kalos Zoli bácsival a Fekete-tavi vásáron pici gyermekkoromban találkoztam először, ahova nagyapám cipelte el. Tehát azt jelenti, hogy közel áll nagyon az emberhez, és anélkül, hogy tudna róla, már le is ül és elkezdi írni. Igen. Ez valahogy nálam legalábbis így működik. És hogy Kalos Zoli bácsit idézzük, tudod, fiam, ha ismered az evangéliumot, írott-e, megérted az életet, sajnos sokan nem ismerik, és többnyire fölösleges dolgokkal töltik az idejüket. Tehát amit mondtál, az rímel erre, és ez nagyon is igaz. És most következzék egy utolsó, de nagyon-nagyon fontos. Igen. Ugye a könyv címe magában. Ja, igen. És milyen Európát akarunk? És akkor jön egytőről fakadóan a nagy liberális degeneráció, kulturális főváros, a gyűlölet metafizikája, Herceg Noémi az Ésben, amiről ritkán beszélünk, választási kampány tükrében, valóságorientált politika, már az idén vagyunk, ugye a választások után, hazádat rendületlenül kötőjel árulni, Sargentini jelentés, illetve Európa alkonya Marx születésnapjára. Azért mondtam ezt így egyben, mert a Milyen Európát akarunk cím után ezek az írások valamennyi arról szól, hogy mit ront el a világ, mit nem hiszel nekünk, mit gondol rosszul rólunk, miként próbálja megakadályozni, hogy mi legyünk, akik szeretnénk lenni, és miként kívánnak rákényszeríteni bennünket arra, ami meggyőződésünk szerint nem visz előre, sőt. Hát azért is adtam a kötetnek ezt a címet, mert van egy 8-10, több mint majdnem 10, vagy 15 írás, ami evel a kérdéssel foglalkozik, de nagyon kevés írás van a könyvben, amiben ezt nem említem meg. A 2015-ben Európába beállt helyzetet. Ha röviden akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen az, amit a válasz arra, hogy milyen Európát akarunk, az a történtek függvényében, hogy közel hivatalosan 1.800.000, de közel 3 millió bevándoroltatott, és a bevándoroltatást finanszírozott bevándoroltatás következtében Európa területén lévő bevándorlók,
akiket én nem hibáztatok, mert ők eszközök egy bizonyos fajta helyzet előidézésére. Súlyos gazdasági, társadalmi válságot idéztek elő, politikai válságot Európában. És amit nekünk ennek a válságnak a következtében meg kell őrizni, és ezért nagyon sokan felemelték a hangjukat, az Európának, és Európán belül a nemzetállamoknak, a nemzetállamok közül Magyarországnak meg kell őrizni a területi, gazdasági, társadalmi és kulturális függetlenségét. Úgy, ahogy eddig is ez megvolt. Európa nem olvasztó tégely, Európa nem egy nemzet, hanem Európa az európai nemzetek összessége. És ez két különböző dolgok. Nem lehet Európára ráerőltetni egy Európai Egyesült Államokat, mert Európa nem olvasztó tégely, mint Amerika, mert Amerikában különböző helyekről, többek között Európából kivándorolt emberek, különböző nációk és nemzetek emberei hoztak létre azt a konglomerátumot, amiből az amerikai nemzet lett, de Európában 2000 éve államalkotó nemzetek vannak, amelyeknek az egymás mellettisége és külön minden európai nemzetnek a kulturális és civilizációs megvalósításai egészítik ki egymást és adják meg Európának azt a színességét és civilizációs, kulturális formáját, ami eddig érvényes volt. Tehát ez ennek a dolognak a lényege, ezt kell megőrizni, és ez nem politikai és pártpolitikai kérdés, hanem ez gyermekeink és unokáink jövőjének a kérdése, és annak a kérdése, hogy mi, akik tulajdonképpen az országot és a földet és az életteret, ahol vagyunk, kölcsönkérjük, vagy kölcsönvesszük az unokánktól, hogy vissza tudjuk ezt nekik adni, és lesz-e nekik és az ő gyerekeiknek jövője, lesz ennek az országnak és nemzetnek 100, 200, 300 év múlva is jövője. Eddig úgy néz ki, hogy ez igencsak megkérdőjeleződött. Igen, azt hiszem, hogy ez a helyes végszó, viszont tehetünk azért, hogy ez ne így történjen. Így van. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig felhívnám a figyelmét, hogy természetesen ez a kötet vásárolható, és a október 25-én este a Vörösmarty Társaság dísztermében a Kossuth utcában várja önöket Lukács József és Bobori Zoltán, hiszen a könyv bemutatója igazából hivatalosan akkor és ott lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!